A lépésmódokról tartanék egy kis ismertetőt, hányféle járás és lépésmód van. A hétköznapi járásmód az görbülő járás váltott lépéssel. Az azt jelenti, hogy a sarkunkat letéve a legkisebb energiával görbülünk. Ennek a lépésmódnak a jellegzetessége a sarokcsapás, ahol is a rezgés hullám végigmegy az egész csontrendszeren, izületrendszeren, de éppen ezért csillapító betéteket tesznek a sarokbetétbe, és így a járás kikönnyíti. Az emberiség átáll a sarkon történő görbülő járásmódra. Régen, amikor még nem volt cipő, vagy nagyon mokaszínszerű bőrcipő volt csak, az első talprészt tették le, hogy ne sérüljön a sarkuknál a láb. Most arra kérlek benneteket, kíváncsiságképpen, hogy a két járásmódot mutassátok be. Egy, majd megfordultok, és kettő. Ugye láttátok a különbséget. Jó? Álljatok ott velem szembe, a szőnyegen. Figyelem. Gördülő, váltott lépéssel idáig ment. Nyugodtan. Megfordulsz. Visszafelé már az első tart részt teszed. Ment. Nyugodtan, lehet, hogy természetes. Jó. Álljatok ide vissza. Tehát kipróbáltátok ezt a járásmódot. A macska is így megy, és a lopakodó ember is így megy, és a sprintfutó is így megy, hogy első lábra helyezi a súlyt. Igen ám, de elkorcsosultak tömegesen azok az izmok, amik ezt a fajta egészségesebb járást engednék. A másik igazság, hogy valóban ez a legkisebb mozgásenergiát igénylő járás volt, és mivel a cipők megkönnyítették ezt a járásmódot, ezért átálltunk. És most beszéljünk a küzdősportoknál tapasztalható, küzdősportoknál tapasztalható járásokról, amit megpróbáltuk bemutatni, lehet, hogy rosszul, lehet, hogy jó. Csúsztatott, váltott lépés, horzsolja a szőnyeget, és ugyanúgy vissza, előre és hátra, amikor is talajfogás, surródás energia miatt erőt tudunk közölni. Mert a gördülőjárásnál ezt nem tudjuk megcsinálni, a hullámzó, mozgásmód miatt. Gyerekek, ide próbáljátok meg ezt a csúsztatott, váltott lépést előre és hátra. Mintha korcsolyáznánk, vagy sielnénk. Lazán, minél lazán, és vissza. Lazán, mintha korcsolyáznánk. Nagyon jó, köszönöm. Gyertek ide vissza. Mutatom a következő járásmódot. Követő lépés úgy csúsztatva. Tehát ez is korzsolja a talaj. És vissza. Sőt, oldali állás. De horzsolom a talajt, hogy azonnal a talajból elő tudjak menteni. Gyertek ide, és abba az irányba, amiben kérem, próbáljuk meg. Követő lépés, egyik láb nem vonja meg a másikat, előre meg. Nagyon jó, rogyasztott érdel tőle, nem mered láb, és vissza. Igen, odaérsz az alapvonalra, megállsz, és most oldalazó lépés, csúsztatott lépéssel mehet, és követ, és zár, és vissza. Ne billentjük, próbálj megőrizni egyensúlyt.